Szeptember 7-e és 18-a között rendezik meg a brazil városban a paralimpiát. Magyarországot 11 sportágban 39 versenyző képviseli. Egyikük a kerekesszékes vívó Veres Amarilla. A nyíregyházi sportoló a közvetlen felkészülést augusztus elején kezdte el hazai környezetben, az elmúlt két hétben pedig Szatmárnémetiből érkezett edzőpartnerek is segítették az idén két Európa-bajnoki ezüstérmet szerző vívónő munkáját. Pákei Béla mesteredző szerint kamatozhat az, hogy tanítványának nem kellett kimozdulnia a megszokott környezetből. Ez a legnagyobb segítség, ami létezik, mert otthon alhat, úgy táplálkoztat, hogy ő szeretne, itt van a masszőr, itt van a kondiedző, akit megszokott, úgyhogy ez a legoptimálisabb helyzet. Veres Amarilla első paralimpiájára készül. A kerekesszékes vívónő Európa-bajnokságon, világbajnokságon, világkupa versenyeken már szerzett érmeket, de a riói megmérettetés más lesz a korábban megszokottaktól. A fiatal sportolónő erre igyekszik is felkészülni. Mentálisan úgy készülök, hogy ugyanúgy kell feltenni, mint bármelyik másik verseny. Minden ellenfél ugyanolyan. Ugyanaz a fegyverem, ugyanaz a maszkom, ugyanaz a szék, tehát igazából nem nagyon kell ezt túl dramatizálni, mivel nekem az első paralimpiám, így nyilván nincs olyan hatalmas elvárás velem szemben, én csak jól szeretném magam érezni. Veres Amarilla a párbajtőr egyéni és csapatversenyben képviseli majd a magyar színeket a paralimpián. A vívónő és mestere szeptember 6-án utazik el Rióba.